Péntek délután 2 óra után járunk. Lassan kezd benépesülni a 8. Offroad Fesztivál helyszíne, a kövestetői hotel melletti nagyrét. A 8. Nim Zoltán emléktrofi helyszínén vagyunk, a Natur Hotel kövestető hosszövetén területén. Szép számmal összegyűltünk, 112 nevező adta a jelentkezését, sajnos többet nem tudtunk befogadni, lett volna még rá igény, de a terület és a kapacitásunk ennyit bír el. Az ország valamennyi megyéje képviselteti magát, sőt, még a Nagy Magyarországból is várnak részvevőt. Az éjszakai futam az 20 km-es útvonal lesz, nehézségi feladatokkal. 5 kategóriában indulnak az autók, extrém, nagy profi, kis profi, túra, kicsi, túra, nagy. Az ország egész területéről meglátogatnak minket, mert a Mecseki erdő az egy olyan gyönyörű látvány mindenkinek, és hála Isten a Mecseki erdő ZRT jóvoltából engedélyt kapunk erre a rendezvényre, mint hagyományőrzés, mert az első az 98-ban kezdte édesapám ezt az egész terepjáros történelem most már, és igyekszünk, ameddig lehetőségünk van erre, hogy az emlékét megtartsuk. Honnan jöttetek? Babudról. Sajnos édesapánk meghalt, és most már a 8. emléktrofi, ami az ő nevéhez fűződik. Ma esti futam az 6:30-kor fog elrajtolni, egy 20 km-es szakasz vár a résztvevőkre, különböző nehézségi feladatokkal ellátva, 5 kategóriában. Az extrém a király kategória, a nagy profi, kis profi, nagy túra és kis túra kategóriában indulnak el a résztvevők. Hát ez valószínűleg éjjel 2-3-4 akár eltarthat az időjárási körülmények és az erdő állapota véget. Most várjuk a versenyzőket, akik az ország szinte minden területéről jönnek. Először is egy gépátvételen vesznek részt, ahol az autóikat átveszik, hogy milyen kategóriába mehetnek. Utána ide bejönnek gépátvételen papírral, és azt szerint kitöltjük a menetlevelet, nekik regisztráljuk őket, kapnak vacsorajegyet a mai napra, a holnapi napra, és megmondjuk, hogy mikor indulnak este 6:30-tól van a rajt, és 2 percenként indítjuk őket, érkezési sorrendben indítjuk őket. Akik itt a faluban foglaltak szállást, azt rendezem, azt intézem, küldöm őket a Püspökszentházra és a faluba is, a falusi megállátogatnak. A verseny, az éjszakai futam az körülbelül 4 óra, 20 kilométer, de hát ugye ez az erdőben történik, ez a 20 kilométer, ez körülbelül 4 óra úgy számolták ki a fiúk. A rajtszámot azt a jobb felső sarokban jól látható helyre tegyétek, Lici, és a kai jegyeket is őrjük. Gomba! Pest megye, gomba!
Erre az eseményre úgy lehet jelentkezni, hogy a verseny előtt egy hónappal körülbelül, vagy kettővel létrehozunk egy eseményt a Facebook oldalon, ahol meghirdetjük ezt a dátumot, és a verseny előtt egy hónappal felteszünk a nevezési lapot, és onnantól kezdve lehet erre a versenyre nevezni. Olyan népszerű az eseményünk, hogy másfél nap alatt betelt a maximális létszám, amit mi tudunk fogadni. Van egy gomb, nem mondom meg, hogy hol, mert ott valaki hülye beül és nyomkorázta, csak abban az egy esetben működik, ha nyomod a féket. Tényleg, de ugye ez gyors izdítás, egy-két másodperc. Drrn, így így volt. Mire számítotok a mai nap? Semmire. És a holnapi nap? Nem számítunk semmire, majd ahogy esik, úgy puffanik. Ez komoly versenyzés, csak nem kell nagy célokat kitűzni, és akkor nincs meglepetés. Van egy-két pótalkatrészetek, hogyha szükség lesz rá? Egy-kettőt azért hoztunk. De nem akarjuk használni. De nem szeretnénk használni. Az csak babona. Nem tudom, magyarom. Nem tudsz magyarul. Szlovak. Szlovák. Köszi. Mit szeretnek ülni? Honnan jöttetek? Ők egész a Zsolna után, a lengyel határa. Lengyel határa? Ó, az nagyon király. Este 114 autó indult el a 20 km-es útvonalon. Sajnos technikai okok véget 14 autónak nem sikerült befejeznie a péntek esti futamot, tehát szombaton ők nem tudnak már elrajtolni. Hajtás probléma, olyan jellegű technikai probléma, amit nem tudtak a szervizparban orvosolni, olyan törés vagy olyan alkatrész károsodás, ami nem volt nekik raktáron vagy a szervizautóba, és feladni kényszerültek a futamot.